Szajkóné Mátáról van szó. Tavaly nyár eleje óta ismerjük az osztályon mindannyian, és mielőtt bemutatkozna és válaszolna a kérdéseimre, néhány szót azért mondanék arról, hogy miért esett éppen ő rá a választásom. Tehát a betegeknek a megküzdési stratégiáját, ha arról olvasgatnak akár a páciensek, akár a szakemberek, azt általában három csoportba sorolják. Az egyik beteg típus az, aki problémaorientáltan áll hozzá a betegséghez, mindent elolvas, teljesen kezében szeretné tartani az információt is és a teendőket is. Aztán van egy másik típusú beteg, aki érzelmileg közelít a betegségéhez, ennek minden előnyével és hátrányával együtt, és jó lenne egy harmadik típus beteg is, és erre törekednénk, és ezek a klubok is ezért jók, hogy vannak, akik mind a két hozzáállásból összegyúrnak egy harmadik hozzáállást, egy ilyen segítést elfogadó, de betegséget azért kézbe tartó hozzáállást. Amikor felkértek, hogy keressünk beteget, akkor rögtön Márta ugrott be. Tudnélik Mártának eredendően, valószínű, hogy a személyiségéből fakadóan, azokból a gyerekkorából, vagy beleszületetten hozott minták, meg tanult mintákból fakadóan, nagyon optimális a betegséghez való hozzáállása. Én elmondanám azt, hogy időnként leülök mellé a székre a folyosón, amikor várakozik, és majdnem úgy hozzádörgölődöm, én keresek és kapok tőle pozitív erőt, energiát. Tehát ő egy ilyen jó alany, és azért is esett rá a választásom. Még amit röviden hozzátennék, hogy tiszta véletlenül, tehát ebben gondolkodtam elsősorban is, akkor, ahogy itt az előadások lementek, akkor meg készültem egy kicsit a beteg kortörténetéből, hát eszembe jutott, hogy valamilyen formában érintve van a terápiákat illetően is. Ő kapott már olyan terápiát is, amitől voltak bőrtünetei, és kapott olyan terápiát is, illetve kap most is, amiről a főorvos úr, Ostoros főorvos úr beszélt, ami az immun checkpoint gátló terápiát kapja éppen most, tehát még ebből a szempontból is egy ideális alany, hogy beszámol majd nekünk egy-két élményéről. Én az osztályon harmadik éve dolgozom, az Ostoros főorvos úr osztályán, az Országos Korányi Intézetben, de egy régi visszatérő vagyok. Közben dolgoztam onkológiai osztályon is, tehát másféle tumorokkal is foglalkoztam. Alapvetően tüdőgyógyász végzettségem van, és utána végeztem el a klinikai onkológiát, és elköteleztem magam a daganatos betegek gyógyítása mellett. Mártát tavaly júniusban ismertük meg, májusban. Akkor került az osztályra, mondanám azt, hogy vízszintes állapotban. Nagyon-nagyon legyengült, leromlott állapotban, egy negyedik stádiumú, tehát távoli áttétel bíró jobboldali tüdőrákkal. Nagyon nehezen született meg a diagnózis, neki is köszönhetjük, hogy abban a nagyon nehéz állapotban kitartott másfél hónap alatt sikerült végre diagnózishoz jutnunk, és akkor már azt mondtuk, hogy muszáj, mert ezt az asszonyt meg kell menteni. Idén februárig, illetve tavaly megkapott 4 ciklus kemoterápiát, egy darabig szünet volt, aztán idén februárban megint kezdett támadni ez a jobboldali fenerák,
és akkor elkezdtük neki egy vizsgálat, egy klinikai vizsgálat keretében ismét kapott citosztatikumot és egy célzott terápia kombinációt. Aztán megint csináltuk, és idén június óta, amikor megint egy kis nyirokcsomó ott a rekesz fölött ott elkezdett rendetlenkedni, akkor elkezdtük ezt a terápiát, amiről főorvos úr is beszélt, és csodák voltak. Ennyit mondanék én Mártáról, és akkor a többit pedig ő fogja nekünk elmondani, hogyha kérdezem. Na, hát azt kérdezném Márta, hogy hogy vette észre, hogy beteg, milyen panaszokkal fordult orvoshoz? Hát ugye ez tavaly májusban kezdődött, mert sajnos elég ilyen struc politikát folytattam, ezért nem mentem időben orvoshoz, ugye én elképzelni sem, tehát álmomban sem gondoltam, hogy nekem ilyen betegségem lehet. A betegségem, mielőtt bekerültem a kórházba, már éreztem fél évvel ezelőtt, hogy valami nem stimmel, mert nem tudtam fölmenni a lépcsőn, nehezen kaptam levegőt, borzalmasan fáradékony voltam, de be tudtam annak, hogy nekem biztos vitamin hiányom. Vitaminokat kezdtem el szedni, aztán akkor lett gázosabb a dolog, amikor elkezdett földobadni mind a két lábam, de valami brutálisan, de még akkor sem mentem el orvoshoz. Csak amikor már derék tájt is föl voltam dagadva, akkor a férjem leültetett és azt mondta, hogy nem mész dolgozni sehova. Elmegyünk az orvoshoz. Na és így vitt el elmentünk a körzeti orvoshoz, aki egyből beutalt Újpestre a kórházba, ahol még mindig nem gyanakodtak tüdőrákra, csak egy tüdőemboliára. Aztán elküldtek egy CT-re és ott kiderült, hogy sajnos nagyobb a baj. Így kerültem át a korányi kórházba, nagy szerencsémre, mert nagyon-nagyon jó kezekbe kerültem, hála jó Istennek, tehát a mai napig imádok oda följárni, mert olyan a gárda is, meg tehát le a kalappal mindenki előtt, és én nekem nagyon sokat számít emberileg. Ott ugye elkezdődtek ezek a vizsgálatok, ahol sajnos nem tudták rögtön megállapítani, hogy mi, tudtuk igazolni. Igazolni, hogy mi a bajom, ez egy kicsit ilyen... Tudtuk, hogy tüdőre, és azt igazolni. És akkor csak így mondogattam magam, hogy meg tudod csinálni, mert a vizsgálatok borzalmasak voltak. Tehát ezen is túl lettem végül is, és akkor elkezdtük a kezelést. Igen, az első kezelés az borzalmasan legyengített, tehát ez egy sima kemoterápia volt, hogyha így van, tehát én jól emlékszem, de olyan szinten legyengített, hogy nem bírtam az ágyból kikelni. Hál' Istennek a családomnak rettenetesen sokat köszönhetek, tehát abszolút 100%-a mai napig mellettem állnak. Ebben is ez biztos, hogy rengeteget számít az embernek, aki van mellette. Tehát rettenetesen le voltam gyengülve, olyan szinten le voltam gyengülve, hogy egyszerűen nem bírtam kikelni az ágyból, mert annyira szédültem, hogy forgott a világ körülöttem. Aztán hát ugye mindenki magából merít, mert nekem azért ott van egy gyerek, és meg kell erőszakolni magam, és ott a háztartás, és van két fiú, és azok ugye nem tudják csinálni, tehát csak talpra kell állni, és csinálni kell, és menni kell. És úgy rugaszkodtam neki minden mosogatásnak, hogy két cédülés között két edény, de elmostam, gyorsan leültem, megint leültem, és így főztem is. De ez muszáj, mert a gyereknek enni kell, meg a férjemnek enni kell, tehát ezt meg kell csinálni. Ez egy stratégia. Igen, nekem ez, tehát ez a mondom, hogy meg tudod csinálni, és meg is csináltam, igen, muszáj volt, mert ugye van egy gyerekem. Igen. És nagyon sokáig lábadoztam, megmondom őszintén, mert ez a szédülés nekem baromi sokáig tartott, nem tudom, hogy miért. Aztán kaptam ezt a nagyon jó vasat, és azzal felvágták volna, kaptam egy vas készítmény, amitől elmúlt a szédülésem. Mérszegénység. Igen, valószínűleg. Alapbetegséggel is, és a terápiával is összefüggően. Meg tudná-e mondani, vagy tudná-e arról beszélni, hogy hogyan élte meg azt, amikor szembesítették a diagnózissal? Miket gondol? Az, hogy viccelődnek velem. Hogy ez biztos, nem ér rólam van szó, és nem rólam derítették ki, mert ez egy kizárt dolog. Tehát ez az orvos vicceli, nekem nincsen semmi baj, körülbelül így értem meg. Tehát nem általában vicces emberek üldögélünk ott. Igen. És reggeltől estig. Igen. Ez valószínű, hogy ez túlélési stratégia. Tehát nekem ez volt az első. Ez volt az első benyomásom, hogy most ezt hülyeskedik. Nem Újpesten, aki közölte velem, hogy valószínűleg
ez daganat lesz. Én azt gondoltam, hogy viccelődik, mert velem, nekem biztos, hogy nincs ilyen betegség. Igen. És utána? Utána sem. Érdekes, nagyon szerencsés alkat vagyok lelkileg. Tehát ezt nem magamnak köszönhetem, ez a Jóisten ajándéka. Rettenetesen hamar túl tudok lépni bizonyos dolgokon, és abszolút nem lovalom bele magam. Tehát nem érintett meg úgy szerintem, hogy mást. Ebből a szempontból szerintem bizonyos szerencsés vagyok. Nem zuhantam össze, nem kezdtem el sírni, közöltem a családtagokkal, őket jobban megrendített ez a dolog, mint engem, sokkal jobban. Én úgy voltam vele, hogy hát jó, hát majd lesz valahogy, majd kitalálnak valamit, azt csinálnak valamit. Tehát így értem meg az egészet. Nem lettem depressziós, nem zuhantam össze a mai napig se. Ez miatt, én megmondom őszintén, egy könycseppet nem ejtettem még az miatt, hogy én beteg vagyok. Feladat van. És mondja Márta, hogy történt-e valami egyéb váltás az életében, az életmódjában, az étkezésében? Vagy a rák miatt nem. A rák miatt nem. Az miatt, hogy kiderült, tehát semmi, hogy cukorbeteg is vagyok. Ez miatt történt váltás. Azelőtt nem ettem délig. Most a cukorbetegség miatt kénytelen vagyok enni. Na de most... Most egy kicsit így összeszedtem magam, és én szerintem nagyon meghíztam, ezért, hát igen, nem ez a súlyom eredetileg. Most elkezdtem egy kicsit diétázni, úgyhogy a cukrom az tökéletes inzulin nélkül, most elárultam. 5,8 és 5,5 között van, úgyhogy ezeket a kemény szénhidrátokat kihagyom. Hozzáteszem, védve a Mundér becsületét, hogy Mártának ez a cukorbetegsége valószínű családi, és ez nem a gyógyszerekkel, a kapott terápiákkal függ össze. Igen. Édesanyja, édesapja, igen, az apám cukorbeteg volt. Igen. Csak valószínű ez a betegség a kritikus időszak borította fel úgy a szénhidrát háztartást, hogy akkor emlékszem, hogy az inzulin beállítással is még elég jelentős időt. 25-re fölment a cukrom, igen, de az miatt, hogy a hasamban is rengeteg víz volt valószínűleg azért. Hát mondom, Márta így nem jött, hanem hozták így vízét. Igen. Szeretném, hogyha beszélne egy kicsit a mellékhatásokról, amit például ön is kapott olyan terápiát, hogy amíg börtünetei voltak. Ez nagyon kegyetlen volt, mert ugye amit itt a képen láttuk, az semmi ahhoz képest, ahogy én kinéztem, tehát én nekem szerintem nem volt egy éprész a fejemben. Nem volt tehát az arcán egy éprész, de ebből az egész arcból ő vigyorgott, szóval megérkezett úgy, hogy rettenetes volt a bőre, és vigyorgott, és azt mondta, hogy hát ez van. Hát ez van, ezt kell szeretni, így van. Igen. Az összes nyálkahártyám begyulladt, ami volt, tehát a számban ilyen afták jöttek ki, ami, tehát az borzasztóan fájt, tehát arra fájdalomcsillapítót kellett szednem. Az összes nyálkahártyám begyulladt, ami létezik, tehát még a napi vécézés is már bocsánat gondot okozott, tehát olyan szinten. A körömágyak szintén, tehát abból ömlött a vér mindenhonnan, a lábamból esett a köröm, de aztán kitapasztaltam. Megtanultam, hogy kell mosogatni így begyulladt kézzel. És akkor ezt így remekül tudtam csinálni. Hát emberek közé addig nem nagyon mentem, de hát ez most ez ezzel jár. De azért elmentem étterembe és nézett is a pincér rendesen, de nem baj. És fölfedeztem, én is kaptam mindenféle antibiotikumot, viszont nekem ami nagyon-nagyon bejött rá, az egyszerű mezei szudokrém volt, az egy hét alatt szállította ezt az egész ronda sebes. Igen. Szóval, hogy vannak ezek a mellékhatások, végig zongorázza az orvos is a lehetőségeket, de alapvetően, hogyha beteg is, beteggel együtt tud működni, és megosztják a gondjaikat, akkor a beteg is ki tud alakítani egy jó kezelési stratégiát. Tehát ez tényleg az volt. Én nem vagyok a külsőségek engem, mert most az, hogy nekem sebes volt az arcom, aztán abszolút nem értek el, megmondom őszintén. Azt szeretném kérdezni, hogy változott-e mondjuk a
hát mondta, hogy a család támogatta, igen, nagyon támogatta, és azóta is összezár a család maga mögött. Változott-e mondjuk a baráti köre, vagy tűntek el emberek a környezetéből, barátok idézőjelben, lettek-e új barátai? Nagyon-nagyon sok emberrel megismerkedtem ugye ez idő alatt, mert úgy hozza a szituáció, mivel hogy járok ugye föl a kórházba, rengeteg ember van. Hát barátságok ott nem alakultak ki, de azért nagyon jól elbeszélgetünk, és kérdezgetnek, és mit tudom én. A nővérkék között igen, azok nagyon aranyosak. Az igazán a társaságomból egyetlen egy ember volt, akiben csalódtam, aki azt mondta, hogy ő a legjobb barátom, és kétszer hívott föl, aztán azóta sem. De szerintem ez betegségen kívül is megcsinálta volna, úgyhogy nem ezzel függ össze. Azon kívül semmi, sőt, inkább azt mondom, sokkal szorosabb lett a kapcsolatom az ismerőseimmel, a családommal, az anyósommal, tehát le a kalappal előttük, sokkal szorosabbra fűződött ez a dolog. Mondom, egy emberbe csalódtam, de az a betegségek kívül is csalódtam volna. Mit tud nekünk még arról mondani, hogy mit nézünk meg az interneten? Mert ugye ez mindig egy égett, tehát élő dolog. Mit nézünk meg az interneten? Betegséggel. Szerintem nagyon-nagyon ne kutakodjon senki, mert tök fölösleges egyébként, ugye minden ember más, és mindenkinek más a betegség, inkább kérdezze meg az orvosát. Én annyiban néztem csak meg ezt az új kezelést, hogy ugyan már tudjak róla, hogy mit is kapok. Amikor szülni mentem, akkor megnéztem, mivel jár a szülés, most kapom ezt, most megnézem, ez mivel jár, azon kívül ennyit kutakodtam a neten összesen. Tehát én ha valamire kíváncsi vagyok, akkor megkérdezem a szakembert, erről úgy gondolom. Igen, mert hogy az internet az nem feltétlenül azt jelenti, persze, hogy minden, amit ott leírnak, az szent és sérül. És az ember hajlamos sajnos belemagyarázni azt, hogy na most nekem ez a bajom, én már jártam így, hogy ön is az volt a bajom, de úristen, ezt is felfedezte meg azt, azt mondom, hogy ne hagyjuk ezt az egészet, mert nem vagyok belőle golyózni, tehát ez így van. És tudnál valamit összefoglalóan mondani Márta a betegségéről, vagy a tüdődaganatról, erről az önbetegségéről, hogy tudnál tanácsot adni, hogy lehet ezt végig csinálni, valami stratégiát, vagy innen hazavisznek egy üzenetet a sorstársak. Hát ez nehéz, ez annyira nehéz megfogalmazni, mert ez mindenki másképp éri meg lelkileg, és mindenki másképp dolgozza föl. Ez a harcosok klubja, de ez a neve, én nem harcolok. Én bennem totálisan béke van és elfogadás. És azt mondom, hogy ha valaki el tudja fogadni azt, ami vele történik, másokkal könnyebben viseli el. Csak ezt úgy szívből kell érezni, és nem mondogatni, hanem azt, amikor valaki tényleg szívből érzi azt, hogy mindennek oka van, én azt gondolom ezen a földön, ennek is oka van, hogy én ezt megkaptam, a helyére tett engem az életbe, és én tudom, hogy ezt miért kaptam, ezt a betegséget, ezért. És hogyha ezt valaki el tudja fogadni, hogy ezt azért kapta, mert ez valaminek a következménye, akkor könnyebben tudja szerintem ezt átjutni. Én azt gondolom. Persze ehhez kellenek ilyen emberek, mint az én doktornőm, az elfogadás szerintem az a legfontosabb, hogyha valaki ezt el tudja fogadni. Tehát nem küzd görcsösen. Én amikor az életben görcsösen küzdöttem, akkor engem az élet mindig pofán vágott, és megmutatta, hogy ez nem úgy van. És ez teljesen törvényszerű az életben szerintem. Én csak ennyit tudok mondani. Hát köszönöm, én azt gondolom, hogy ez olyan nagyon szépes szóló és őszinte is. Már tehát ezért is szeretem, mert ilyen őszinte, és még egyszer mondom, hogy nagyon sokszor hozzák dörgölődöm. Mert szükségem van nekem is a ilyen jó kis pozitív hozzáállásra, vagy természetes hozzáállásra, és úgy jön mindig tényleg, most ezt a kezelést két hetenként kapja, tehát gyakran megfordul az osztályon, nagy türelemmel vár, közben elbeszélget, és úgy jön mindig, mint egy családtag. Ez pontosan így van egyébként, azért megyek úgy, mert én valóban szeretettel megyek, tehát én mindenkit szeretek, ott szeretem a nővéreket, az orvosok, azért, nem azért, mert szakmailag az ő dolguk, én az nem értek, azért, mert emberileg itt van meg mindenki. És én ezért szeretek fölvenni. Köszönöm a beszélgetést, illetve valamit még szeretnél mondani, meghallgatom. Hát ha valaki kérdezni akar, akkor szívesen válaszolok. Nagyon örülök, hogy itt van és hogy őt hozhattam. Köszönöm szépen. Én köszönöm, hogy lehetett.